Szavaztok, szavaztok, úrét vagyok, ez pedig a Minden, ami sör. A mai műsorban ismét egy olyan sört, ez következik, ami még nem volt. Ezt is köszönöm apósomnak, hogy nekem adta ezt a sört tesztelésre. Ez pedig nem más, mint a Altenbrau nevezetű sör, ami egy Helles bír, az a München környéki világos lágersör. Ugye a lágersörnek ez egy változata, alsó erjesztésű, és ez ott nagyon elterjedt München környékén. Ők nagyon szeretik ezt a stílusú sört, alkohol tartalma olyan 4-5% körül szokott lenni általában, kellemes világos színű a sör, és lényegesen jobban malátázott, kevesebb komlót tartalmaz, mint egy pilzeni vagy pilzner stílusú sör, kinek hogy tetszik. És az a sör, ez mindössze 4%-os alkoholtartalommal rendelkezik, a doboz maga így néz ki, ott van rajta egy, hát nem is tudom mire mondani, egy ilyen kagyló fülű ógörög úriember. Fél literes maga a produktum. Pécsi sörfőzde gyártja ezt a sört, összetevük ivóvíz, áthamaláta, komló, teljesen jó a összetételben, sincsen szerencsére kukoricadara vagy kukoricagríz. A fogyasztás hőmérsékleten azt mondanám, egy ilyen 5-6 fok körül érdemes, ezt is korsóból vagy lágeres pohárból érdemes fogyasztani, jöhet a sörnek a kibontása. Na, kellemes volt a füstje. És jöhet a kitöltés. Tényleg milyen szép halvány színe van a sörnek. Úgyhogy egy Helles sörnek lennie kell. Hát a hab az nem sok lett. Durván egy egyúnyi fehér hab, kellemes világos sárgás színe a sör. Kellően szélsavasnak is tűnik. Teljesen korrekt, jó néz ki maga a sör. Illatra pedig elég ilyen dobozfémes illata van magának a sörnek, kicsit beljebb lépek. Így van, azon kívül nagyon nem érezi semmit, ez a fémes illat, ez nagyon dominál és elnyomja a sörnek az illatát, tehát az illat az nem egy egetverő, meg nem egy jó dolog, remélem az íz az jobb lesz, kóstoljuk meg, egészségünkre! Na, kellően szénsavas, kicsit szúr is maga a szénsav, viszont ízre egész korrekt, érezni benne ezt a malátára jellemző ízt, és a végén egy minimális komló lesengés, úgyhogy tényleg jobban dominál a maláta, de egy müncheni stílusú Helles bírnél elvárja az ember. Úgyhogy így ízre teljesen korrekt, hát azt a fémes illatot, azt nem tudom, hogy tenni, ezt a dobozt lett át. És meg is nézem, hogy ez meddig. Volt ez 2024-ig, úgyhogy még azt sem mondta, hogy a vége fele jár a szaratoksága a sörnek. Ezen kívül, a illatán kívül viszont, és egy kicsit várok, vagy kíváncsi vagyok, hogy változik-e valamit a dolog illatra. És egy kicsit javult ez a fémes illat, az egy kicsit elpárolgott így a éterbe. És egy kicsit jobban előjön egy ilyen finom, sejmes, malátás, édeskés vonulat. A komlót nagyon-nagyon minimálisan, nagyon szépen elrejtve érezni a végén. Így van, elején ezt illatot kapom, akkor semmit nem mondanék a sörre. De még így is jobb, mint hogyha végig megmarad ez a fura dobozos, semmire való illat. Egészségünkre! Úgyhogy így van, ez egy ivós, müncheni stílusú Helles sörnek, ez teljesen korrekt, elfogadható eredmény. Minden tekintetben nézzetek meg, megjelenés is teljesen kellemes, szép. Kicsit több a szénsav benne a kelleténél, de ezt megbocsáthatom, ugye valaki jobban szeret a szénsav a söröket. Úgyhogy nézzetek meg kis bubikákat, remélem be tud fókuszálni a kamera szépen. Teljesen korrekt, nézzétek meg, szép egyenes vonalba törnek a felszín, a habot azt már nem fejlesztik fel. Úgyhogy tehát ez egy ilyen sör. A pécsi sörfőzdének a Altenbrau nevezetű Helles bír söre, azaz müncheni stílusú világos sör. És ne feledjétek, kedves nézőim, sörre fel! Hisz inni kell! Szavaztok! Legközelebb újra jövök!